Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Emellett a autókereskedő mellett sokat járok, és most megláttam ezt a kis Alfa Romeo-t, és a színe nagyon megfogott. Nekem nagyon tetszenek a piros kocsik, és ez egy gyönyörű, szép, megy piros szín, gyerekek. Ez egy körülbelül 4-5 éves kocsi, Alfa Romeo Giulietta. Gondoltam, hogy egy kicsit legeltetem a szememet rajta, és megmutatom nektek is. Itt Ausztráliában egy ilyen európai kocsi, ez mindig kuriózum. Úgyhogy, ha nem is ritkaság, de azért nem hemzsegnek az úton. Ez, gyerekek, egy 4-5 éves kocsi is lehet körülbelül, úgyhogy van szépen vála a féktárcsának. Tehát nem mai gyerek. Biztos mentek vele egy jó pár kilométer, de majd megnézzük a részleteket és az árat, mert főleg azt szeretném veletek tudatni, hogy itt erre felé, mi felénk, mibe kerül egy ilyen csinos, kifejezetten fiatal hölgyeknek való sportkocsi, ami kétajtósnak akarja magát álcázni. Itt van a rejtett kilincse a hátsó ajtónak, és ugye itt így ilyen úgymond shaved, tehát egy kétajtós kupé változat akar lenni. És hát, ahogy mondtam nektek, ez egy Alfa Romeo Giulietta. Tehát a régi jó nevet, a Giulietta nevet tovább vitték ezzel a típussal, úgyhogy építenek a jó hírre az olaszok. Nagyon szép alumínium felnik vannak rajta, új gumik. Hát itt ugye rozsdáról szó sincs. Ez olyan szép, mintha új lenne. Tehát nem kell ilyesmitől félni. De ez egy automata verzió bőrülésekkel, ami a drágábbak közül való. Még egyszer megnézem a fék tárcsát. Igen, hát ez ment már egy keveset. Ködlámpa. Nagyon szép, modern minden. Nagyon szép ez a grill, ez a hűtőrács az elején. Ugye ez a hagyományos régi Alfa Romeo sejp. És hát megnézzük, hogy mégis részletesen miről van itt szó. Aha, szóval ez egy 2016-os modell. Tehát 4 éves, nem jártam messze az igazságtól. És azt írja, hogy csak 29.811 kilométer van benne. Hát azt egy kicsit közelebbről megnézném, a szervizkönyvet, a kilométer olaállást, a dátumokat, mert ahhoz képest a féktárcsa nagyon le van kopva, szép vála van. De folytatva, ez egy 1.4-es, 1,4 literes turbó, 6 sebességes automata, ahogy mondtam is, automata. És 5,8 litert fogyaszt 100 kilométeren, ami gondolom egy átlag fogyasztás. Hát itt alatta meg azt írja, ugye, hogy heated, tehát fűtött bőrülések. Setnav, ugye az a be tudsz kapcsolódni a navigációba. Bluetooth, ez különben vicces, ha szó szerint fordítod az angol Bluetooth szót, akkor az magyarul szó szerint azt jelenti, hogy kék fog.
Na mindegy. Szóval van benne telefonkapcsolat, PA steering, hát ugye a fékrásegítés az már minden kocsiban van, és hát jó service history, jó service históriája van. És hát az ára a korához képest, közben elment a fókusz, elnézést, de itt van az ára nagyba. Az ára elég húzós, egy 4 éves kocsit, ha nézünk, 22.990. Hát nem tudom, összetudjátok hasonlítani az európai vagy a magyarországi árakkal és állapottal. Minden esetre ez tökéletes állapotban van, így kívülről körüljárva. Hát remélem, gyerekek, egy olyan kocsit tudtam mutatni neked, nektek, amiből otthon sok van, itt meg kevés, és így azért jobban értetek az Alfa Romeo-khoz, és meg tudjátok mondani, hogy ez most drága-e, vagy olcsó-e, és igazak-e, amit írnak az adatok. Köszi szépen, hogy figyelmetek, sziasztok, szép napot kívánok!